Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben megszólítjuk azokat az újságírókat, színészeket, általában azokat a székesfehérvári legendákat, akik nagyon sokat tettek azért, hogy Székesfehérvár ne csak a gazdaság, hanem a sport, a kultúra városa is legyen. Ma esti vendégem Siye Sándor Penna Régia díjas újságíró, és sok-sok minden. Örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz! Köszönöm szépen, hogy meghívtál, Lajos. Én is örülök. Mai beszélgetésünkbe Debrecenbe kéne menni, mondom én, és Debrecentől Székesfehérvárig egy páratlan életutat, és egy olyan szakmai életutat szeretnénk megismerni, ami nagyon-nagyon fontos a jelenben is a székesfehérvári olvasóknak, hiszen ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy újságíróként, sportújságíróként, műsorvezetőként, illetve könyvek szerzőjeként is jeleskedsz. Nemrégiben jelent meg az új könyv, majd erről nyilván szó esik. De először is menjünk el akkor Debrecenbe. Egy debreceni kisfiú hogy indul neki a világnak? Milyen motivációval rendelkezik? Hiszen a civis város az nagyon-nagyon fontos volt az életedben nyilvánvaló, és hát az indítatás nem különben. Hát az indulás volt valóban, ami Debrecenhez fűz. Most már a emlékek megszépülnek nyilván az időtávlatából. Én nem nagyon szerettem Debrecenben élni, mert a civis város az nagypolgári város. Tehát ott valaki leesett a villamosról, ott meghalt, akkor mindjárt valaki átlépett rajta, hogy hopp, ott egy üres hely is lett rokülni a villamoson. Ez nyilván egy picit szélsőség, de hát rengeteg szép emlék van. Édesanyámmal ketten voltunk, mert édesapám egy éves volt, amikor meghalt, és boldog gyerekkor volt, egy nagy udvarban laktunk, ott volt egy udvarban 8 lakás, és ott rengeteg kölyök, és hát nyilván ott én mindig igyekeztem, én a vezér lenni, és Jerry mindig azt csinálni, amit én mondok, persze azért megegyeztünk mindig rendesen. Nagyon klassz volt a gyerekkor. Utána én akartam menni a postaforgalmi szakközépiskolába, nem tudom miért oda, olyan különlegesnek tűnt ez számomra akkor. De aztán a szülők meg a baráti kör, a fiam szakba kell, nem érettségi, és akkor elküldte szédletlen Vasasszergályos, hát én azt nagyon nem kívántam a Vasasszergályoságot, de lediplomáztam belőle 3 év után becsülettel, és utána fél év már nem dolgoztam a Vasasszergályos szakmában. Tehát nyilvánvaló volt, hogy nem ez lesz a hivatásod, nem az lesz a szakmád, rendben van, de a hivatásod nem. Mi motivált, hogy elindulj a kultúra, általában a humán tárgyak felé? Születési rendellenesség volt, ez örök életemben ez volt bennem. Édesanyám ilyen amatőr színjátszó volt, és rengeteget cipelt magával, mert hova a fenébe tehetett volna, és ezeket láttam a kultúra életét gyerekkoromban, és ez úgy meg is ragad bennem. Aztán, de hát az élethez szerencse kell. Nekem szerencsém volt, amikor a Volán vállalatnál forgalmi irányító voltam, és az egyik sofőr mondta, hogy te most lett, őrült meg a művelődésház igazgatójára Svámos Pécsen, nem akarsz jönni, dehogy nem. Kimentem, megbeszéltük, és akkor ugyan még nem volt főiskolai végzettségem, de akkor ott lettem művelődésház igazgató, aztán elvégeztem a főiskolát, utána később az egyetemet is, és akkor így a kultúra életébe kerültem, és a kultúra vérkeringésében ott voltam. Tehát először tanítóképzőt végeztél, aztán az ELTÉ népművelőszakon. Mi vitt a népművelés felé? Az kicsit más volt, mint most a művelődés szervező, abban megegyezhetünk. Hú, de még mennyire. Akkor élet volt a házakban, élet volt a házat vezető, meg dolgozó emberekben, valahogy más volt az egész. Közösségben gondolkodtunk, közösségben éltünk. Én azt szoktam mondani, hogy a rendszerváltás legnagyobb vesztesei az emberi közösségek voltak, amivel lehet egyetérteni, vagy lehet vitatkozni vele, de én így gondolom, és úgy gondolom, hogy jó gondolom. Viszont Vámos Pércsen nyilván sok tapasztalatot szereztél, hiszen egy olyan település, mint Vámos Pércs is, azt hiszem, hogy építhetett akkor a kultúrházra, akkor, ahogy abban az időben hívták. Ez egy 5000 fős falucska volt, tehát ezt ma itt Fejér megyében városnak nevezték már akkor az 5000-es település, nagy település volt, és természetesen a kultúra az középpontban volt, de én nagy bulikat csináltam. Megcsináltam a Fejér megyei vagy Hajdúbér megyei rockfesztivált, Komjáti Györgyöt hívtam zsűriának, a rengeteg koncert volt, a Török Ádéval akkor lettünk barátok, később még jobban elmélyültünk, a Fejér megyébe éltünk, és hát rengeteg ilyen jó ismeretség volt, meg rengeteg jó buli, nagyon élveztem. De hát aztán
utána következett, hogy megházasodtam, eljöttünk ide Agádra, Nász útra, vettem egy művelődési közleményt, Fehérváron állást hirdettek lakással, és már hazamentem, miután ott megígérték a lakást, de nem adták, és mondtam, akkor 10 nap múlva itt sem vagyok. Igen, ez egy legendás időszak volt, azt akartam kérdezni, hogy mi hozott Fehérvárra, hiszen nyilvánvaló, hogy ez egy teljesen más közeg fogadott itt, és a Felsővárosi Művelődési Ház pedig az egy különleges, én azt mondom, hogy nagyon jó tanulópénzt kínál minden egyes kezdő, ha úgy tetszik, de pár te már nem voltál kezdő népművelőnek, hiszen ez egy különleges közeg. Ebben igazad van, így van. Bár hogyha én először megnézem azt a házat, akkor lehet, hogy nem jöttem volna ide, mert mikor megláttam a házat, akkor úgy elkeseredtem. Vámos Pécsen nekem egy kacsalába forgó palota volt ehhez képest, és hát én ahhoz szoktam, és ez egy furcsa volt, de aztán megszerettem az embereket, megszerettem ott a tevékenységet, aztán olyan jó másfél év múlva kihívtak a megyei művelődési központba. Ugye azt mondják, hogy Fehérvár a zene városa. Ugyanakkor én pedig tudom, hogy te teremtetted meg annak a lehetőségét, hogy jöjjenek ide az akkori méltatlanul elfeledett sztárok, hiszen nagyon szűk volt a merítési lehetőség, és ahogy említetted, Török Ádámot, a több, de ehhez hozzátehetjük azokat a fehérvári zenekarokat, akik, ha nem is te fedeztél fel, de a köztudatba, azokon a bulikon keresztül általad kerültek. Így van, miniklubot csináltunk a Felsővárosi Művelődési Házban. Ádi még mindig emlegeti, hogyha bárkivel találkozunk, ő csinált a Fehérváron a miniklubot. Aztán havonta egyszer mindig csináltam a megyei művelődési központban egy ilyen amatőr rockzenekarok párbajt, egy rock párbajt. És hát ott a mohai gyerekektől kezdve a Siklósé, tehát ott volt merítési lehetőség, és ott azok is nagyon nagy bulik voltak. Tehát a Faxi meg az összes többi csapat van, az tulajdonképpen neked köszönheti. Aztán egyszer csak feltűntél a megyei művelődési központban, egy legendás időszakban nem különben. Azért mondom ezt a jelző szerkezetet többször, mert ez egy valóban olyan időszak volt még jóval a rendszerváltás előtt, tehát a 70-es évek közepét, végét írtuk, amikor azért már azt éreztük, hogy kinyílt a világ. Így van, és ráadásul az ifjúsági klubozgalmat kellett irányítanom a megyébe, és hát ez megint csak nagyon közel állt hozzám. Volt az Arany János utcai ifjúsági klubunk, nekünk egy ilyen gyakorlóterep gyakorlatilag számomra, sokszoros aranykoszorúsak lettünk, és hát a feleségem, bocs kedvesem, rengeteg szerszírod, hogy már megint mégy, mert sokszor kellett mennem az ország másik végére egy hétre, 10 napra tanfolyamot vezetni, előadásokat tartani, mert abban nagyon belerázódtam, és hát a népművelési intézetben is már jegyzett nevem volt, nem akarok nagy képviselni. Így van, de mondhatjuk azt, hogy kiteljesedhettél, hiszen hogyne. Egy remek csapat volt Botos Jóskával az élen így a van. Megyei Művelődési Központban, ahol tulajdonképpen a szakmát nem csak megismerni lehetett, nem csak, hanem olyan annyi pluszt kaphatott, hiszen egy rövid ideig dolgoztunk mi együtt a megyei művközpontban, hogy azt hiszem, hogy az a későbbiekbe is elkísér. Így van, és Kovács Gyuri nagyon jó partner volt, mint igazgató, tehát bármivel mentünk hozzá, én szeretném csinálni meg. Hát egy játéksorozatot csináltam a Fejér megyei ifjúsági klubjén, a kieséses rendszerű, aztán a döntőben Fehérváron úszod el meg mindent, tehát hatalmas bulik voltak, és tényleg partnerek voltak mindenben, és ott a Botoségtól kezdve, most éppen a Brückler Tamással találkoztam, amikor jöttem, megállt, hogy szia-szia, ő meg a zenekarban volt, és ő is ott dolgozott a központban, szép évek voltak, jó évek voltak. Na de, hogy megerőzzelek, hogy hogy kerültem itt a hírlaphoz, nekem gyerekkori nagy álmom volt az, hogy sportújságíró lehessek. Igen, mert hogy mondom én, mert hogy mindig valami újat kerestél, és mindig szerettél volna megmutatkozni. A sportkötődésed az honnét ered? Hiszen nyilvánvaló, hogy Székesfehér, tehát eljöttél Debrecenből, aztán Vámospércs, és így tovább, de a sport az már meg kell, hogy szólítsa az ember fiát egészen fiatalon. Így van, Debrecenben a DVSC Loki volt az Isten a labdarúgásban, és 11-12 éves lehettem, amikor mondtam anyukámnak, hogy kérek pénzt, mert szeretnék elmenni a Loki meccsre 2 forintot. Úfiam, sok pénz, nincsen annyi.
Hát jó, akkor semmi gond. Fogtam a kannát, teletöltöttem vízzel, rátettem a kannafedőt, és kisétáltam a stadionba, és mondtam, hogy hoztam vizet, menjél csak, öcsi. De természetesen az ülőhelyre mentem, ramazárlóhelyre, és leültem, és belefeledkeztem a meccsbe. És mondták az emberek, öcsi, adj már így kannafedővizet. Adtam a kannafedővizet, és az 50 fillérek gyűltek össze, és 8 forinttal gazdagobban mentem azzal a mérkőzésről, de én el akartam menni, ráadásul DVC Fradi meccs volt, mindenképpen el akartam menni, és akkor én megfertőzöttem a labdarúgással, aztán később a sportomat, több sportágokat is szerettem, sőt, gyerekkoromban én kipróbáltam egy csomó mindent. A debreceni kinyisében futballezése voltam, az MGM Göcs ökölvívó csapatánál nerőjök ki, ökölvívó edzésekre jártam, az osztálynak a fene gyereke, a Domahidi nevű srác, ő is akkor jött oda, és akkor a mester megmondta a ringbe, és ilyen Domahidi. Hát én meg be voltam annyira ijedve, hogy az abszem az nem nagyon félt, pont a Domahidivel. Ijedtem be neki, estem és csáportam, mint egy félőrült, és akkor a Domahidi mondta, ha kisie nem gondolta, hogy te ilyen erős vagy, meg ilyen bátor, és ettől kezdve lett tekintélyem is az osztályban, hogy a kisie a nagy Domahidit lepofozta jól. Hogy készültél az újságírásra, illetve a sportújságírásra? Hiszen Székesfehérvár sportváros, ezt tudjuk. Azt tudjuk, hogy volt kötődésed a futballhoz, ugyanakkor megtapasztaltuk Baranyi Pálnak köszönhetően természetesen, hiszen akkor ő volt a Hírlap főszerkesztője, hogy számtalan területre nem eltévedtél, hanem számtalan területen indultál el. Ahogy mondtam, szerencse kell az életben mindenhez, itt is szerencse kellett. Petróci Feri, akivel nagyon jóban voltam, mondta, hogy jön a Vágó Pista, a játékot vezet a televízióba, mivel tényleg az egész országot tanítottuk Vargalcikkal játékmesterségre itt Fejér megyében, Fejérváron. Gyere el, és akkor nézd meg a Vágó Pistát, ismerd meg. Megismertem a Vágó Pistát, ment a felvétel, Baranyi Pali ott volt, mondtam Palinak, hogy hát én úgy gondolom, hogy most már felkészültem, mert van egy egyetemi diplomám, van egy hivatásos előadóművészi diplomám is, és akkor én szeretnék televíziózni. Gyere be a hónap reggel a Hírlaphoz, azt megbeszéljük. Másnap reggel bementem a Hírlapba, beszélgettünk, aztán mondta a Pali végén, ott egy írógép, kérje egy kikérőt, az hónaptól gyere ide dolgozni az újsághoz. Na de milyen rohathoz, sportrohathoz, rohadtam rakta az írógéphez, mert hát akkor a nagy vágyam így teljesült az életben, minden szerencse kell. Ez nyilvánvaló, hiszen ha belegondolunk, azért humorral oldottad meg a legnehezebb helyzeteket is, hiszen játékmesterként és humoristaként is jártad az országot egyik oldalról. Azért az újságíráshoz más kell, nem azt mondom, hogy több, nyilván más kell. Hogyan sikerült elmélyedned a különböző sportágokban? Mert a futball az rendben van. Hát úgy, hogy ismerkedtem velük. A televízióban jellemző Csipos Jóska haragudott is rám. Hát Jégkorongot nem közvetített még senki a városi televízióban. Oda ment a Ocskai Gáborhoz, hogy Csicsó, figyelj, szeretném, hogyha a televízió városi tévében közvetítettünk meccseket, de nekem lövése nincs a Jégkoronghoz. Tehát azt szeretném kérni, hogy odaülnél mellém, és akkor együtt így beszélgetve kommentátorként segítenél. Persze, és úgy megismertem a Jégkorongot. Rögbi. Fogalmam sem volt róla, hát ez egy buta sportág, itt az emberek gyűrik egymást. A Gyorsos Ferivel csináltunk egy rögbi ismertető sorozatot, filmet az Eleméről, hogy az emberek ismerjék meg, mert hogyha megismerik ezt a rögbi sportágot, hihetetlen taktikus, nagyon érdekes sport, megismertem a rögbit. Tehát így szépen folyamatosan megismertem mindent, elmélyedtem benne, és akkor utána már könnyű helyzetben voltam. Ugyanakkor nem távolodtál el a közélettől sem, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés ebben az értelemben is. Tehát megmaradtak azok a műsoraid, amelyek a közélet különböző szegmenseit mutatják be, de a sport lett a fókuszban. Ez mennyire teljesedett ki benned, hogy azért reggeltől estig kellett dolgozni, mert akkor még ez volt a divat és szokás és alapvetés. Imádtam a Kor Show című programsorozatot, Kor, amiben élünk, Show, ami körülvesz életünket, és Kor Show, amiből itatják önünk a nagybetűs életet, ez volt a szlogenje, és ott ismert emberek, meg kevésbé ismert fehérvári embereket, portrékat mutattam be. Élveztem azt is nagyon, meg hát több minden, mert mondták még akkor a városi televízióban, hogy te elég pofátlan vagy ahhoz, hogyha jött valaki nagy politikus, hogy megkérdez azt, amit nem merünk, akkor megcsinálod, és akkor megcsináltam, igen. Megszorongattam egy kicsit még a Csurkát is,
meg hát én legalábbis azt hittem, de ő nem érezte jó magát, úgyhogy biztos, hogy volt benne valami, meg szívesen beszélgettem mindenféle úgynevezett nagy emberekkel, a Kuncétól kezdve a Pető Ivánon keresztül, pedig a politika az annyira nem vonzott, most vonz, de nem baloldal, nem jobboldal, Sia Sándor, én a jó zenész pártján állok. Ez minden kell ahhoz a hétköznapokon, hogy tényleg egy-egy írás, egy-egy beszélgetés, egy-egy műsor ünnep legyen számodra. Hiszen azóta eltelt x év, tehát több évtized óta ugyanazzal az elánnal vetett bele magamat a munkába. A feleségem sokszor szokta mondogatni, hogy vegyem már vissza most 72 évesen is az a megtiszteltetésért, hogy a székesfehérvár.hu megkérdezte, hogy lenne kedvem itt dolgozni, annál, hogy volt kedvem, és hát ilyen gyermekörömmel csinálom, hogy vegyél már vissza, hagyjad már a fenébe, nyugdíjas vagy, de édesem, hogyha én egy sztorit leírok, nekem az olyan jó érzés. Újra átélni azt a beszélgetést, és akkor megérni, egyszerűen enélkül én nem tudok létezni. Mondtam neki, hogyha én most visszamennék, majd ha visszaveszek, akkor rögtön rendel meg a tepsit, akkor lefőtt a kávé, kész, vége. A szakmai elismerések megerősítettek, hiszen számtalan olyan elismerést kaptál az elmúlt időszakban, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos visszajelzés. A Penna Régia díj, ugye az 2006-ban volt, igen. De az egy fontos, hiszen ez a városi. Van több is. Igen, folytatjuk még persze. Még a kulturális életemből, akkor a közművelődésben dolgozók egy kitüntetést kaphatták, a szocialista kultúráért evő kitüntetést, én megkaptam. Büszke vagyok rá, én azért megdolgoztam, még akkor is, hogyha a szocialista kultúráért díjat nem igazán illik emlegetni a napjainkban, de én erre büszke vagyok. Hát aztán kaptam a Penna Régiát, és akkor van még egy... Igen, számtalan, nyilvánvaló. Ugyanakkor azt látom, hogy nagyon-nagyon elindultál egy olyan úton is, ami azt hiszem, hogy fontos Székesfehérvárnak egy kicsit a múlt. Ugye manapság leszólják, aki a múltban révedezik, de én azt gondolom, hogy a honvédség és társadalombaráti kör az fontos számodra annyira, hogy nem csak a beszélgetések okán, és nem csak az elismerés, hiszen ezt is elismerték már számtalanszor, hanem hogy egy kicsit révedjünk el, és gondolkodjunk azon, hogy milyen is volt a múltunk, milyen veretes múlt, milyen emberek voltak itt, vettek körül bennünket. Ezeket is könyvek sorozata jelzi. Jelen nincsen a múltunk nélkül, jövő nincsen a jelen nélkül, tehát ezek a dolgok összefüggnek, közhelyek ezek tulajdonképpen, de mégis igazak. Ezért ehhez is szerencse kellett, a honvédség úszadában beszélgettünk, nagy duma partik voltak ott reggelent, és a Szűcseni mondta, hogy hát ők készülnek Olaszországba, hát hogy lehet oda eljutni, és mondta, hogy a első világháborús harcok helyszínére, hogy lehet ide eljutni, ahol szívesen elmenik, mondta, be kell lépni a honvédség és társadalmi baráti körbe, beléptem, és akkor utána elnökségi tag lettem, és rengeteget tudok tenni szerencsére. A fecsegő kérdezted még, Igen. Mikor nem jöttünk ide, ez egy beszélgető sorozat. Itt is a közösséget, tehát alapvetően az vezérelt, hogy közösséget csinálják egy társaságban, mert van 180 ember, de hát ezek időnként találkoznak, elmennek egy kirándulásra, és jó napot kívánok, és ezzel kezdtem ezt a fecsegőt, hogy jöjjenek, és egy ilyen beszélgető esteket, ahol beszélgetünk meghívott vendéggel, fehérvári közéleti személyiségekkel, művészekkel, sportolókkal, és akkor utána pedig egy ilyen fehér asztal mellett szendvicsek meg bor vagy üdítő mellett még tudunk egy órácskát beszélgetni, tehát ez volt a cél, hogy egy közösséget tudjunk építeni. Olyan 30 ember általában mindig van, és volt olyan ember, aki nem tagja a HTBK-nak, hanem betévetés, ott is ragadt mindig jön a izékre, és ezekre a fecsegőkre, és ő mondta egyszer az utcán, hogy hát ez már intézménye vált ez a fecsegő, és ez olyan jól esett hallani. A hit fontos az életedben? Attól függ a hitet, hogyan nézzük, hogy hinni abban, amit csinálok, úgy igen. De a vallás, mint olyan, gyerekkoromban nagyon vallásos voltam, a nagyanyámnál éltem néhány évig, és ő oltári vallásos volt. Úgy képzeld el, Lajos, hogy egy hokedire rátettem egy kis sámlit, arra rátettem a Bibliát, és még 5-6 éves voltam, olvasni nem tudtam, és ilyen hirdettem az igét, annyira megragadott. Aztán utána, amikor kinyílt a tudatom, és akkor utána inkább a ráció vett át a szerepét, a emóció szerepét,
de ugyanakkor mégis alapvetően az emóciók, az érzelmek vezérelnek, de most már rációval megspékelve. Mi az a tanítás, ami elkísér a máig? Hogy légy magad. Légy önmagad, és ne akarj mássá válni. És ezt én erre figyelek, és meg úgy gondolom, hogy mindig meg tudtam maradni önmagam, és ez a legfontosabb. Térjünk vissza a sportpillanatokhoz. Melyek azok, amelyek ma is fontosak számodra? Hiszen én azt mondom, hogy az elmúlt 40 évben jószerivel mindennek tanúja voltál, hiteles tanúja. A kosárlabda, a jégkorong, a kézilabda, és utána a labdarúgás, holott én alapvetően futballra születtem már tudatilag, de utána ez megváltozott, az a futball más volt, mikor egy Albert Florent, egy Varga Zolit láthattam játszani, lehet, hogy nyilván nem lehet összehasonlítani az akkori idők fociát a mai idők fociával, teljesen dinamikusabb, gyorsabb, sokkal jobb a mai futball, de hát én akkor azt szerettem meg igazán. De nekem a jégkorong, a kosárlabda és a kézlabda a fő kedvenc továbbra is, meg hát imádom az öttusázókat, mert halál jó fejek, tehát vannak meg az atléták is, oltári kultúrált emberek. Alapvetően itt is az ember központúság, ami vezérel a sportban is. Kik azok a személyek, azok a sportolók, akik olyan hatással voltak rád, hogy szintén nem lehet őket elfelejteni. És nem csak az eredmények okán, mert nagyon is jól tudjuk, hogy kismillió rendkívül eredményes székesfehérvári sportolót ismersz, írtál róluk, de akik emberként is olyan példával szolgáltak, hogy az fontos számodra ma is. Hát Kulcs Játornét említem mindjárt elsőnek, rengeteg éjszakát átduváltunk, sokszor mentünk a világ mindenféle tájaira, versenyekre, és hát rengeteget beszélgettünk. Nagyon szerettem a Tónit, sajnos ő már nincsen közöttünk. Hát a Palkovics, a kis ocskai, a nagyocskait is, öreg Csicsót is nagyon kedvelem, és nagyon jókat tudunk beszélgetni egymással, meg hát utat is mutatnak végül is számomra. A kosárlabdázók között is volt a Nagy Gábor. Kezdetben olyan gyanakodó méregettük egymást, mert két teljesen más stílusú ember vagyunk, de aztán utána, amikor megismertük egymást, akkor teljesen rendben volt ez a kapcsolat és a Nagy Gáborral. Most igen, nem tudok neveket tudom, mondani, de ez a három legyen elég, és akkor még elnézést kérek a többi 10 000-től, hogy nem említette meg őket, de a műsornak időhatárai vannak. Nyilván. Milyen tanácsot adnál azoknak a fiataloknak, akik az újságírást, a sportújságírást választják? Tudjuk, hogy felgyorsult a világ, most már az online tér helye közel mindent visz, ezt nagyon is jól tudod, mint a székesfehérvár.hu munkatársa, de azért nyilvánvaló, aki a mélységet keresi, kutatja, és az újságírásban képzeli el a jövőjét, az azért szívesen venné, hogy miként fogjon neki, mit tartson fontosnak. Elsőnek az, hogy nagyon akarják, nagyon szeressék azt, amit majd később csinálhatnak, azon kívül legyenek felkészültek, és rengeteg empátia legyen bennük, mert empátia nélkül nem lehet. És szeretet is kell hozzá nyilván. Hát azt szeressék, azzal kezdtem, szeressék, igen. És nagyon akarják, amit a szeretet téged is elkísér? Hát hogy a fenében-e? Természetesen. És fontos ma is. Bizony, bizony. Én... Bár már mondtam az életkoromat, nem akarok veled dicsekedni tovább, de én még mindig olyan vagyok, mint voltam 20 éves koromban. Én tudok lángolni, piszkosulni, vádni, meg hát néha sajnos gyűlölni is, de hát ez szerencsére egy ilyen átmenő állapot, pillanatok alatt elbúlik mindenféle méregedők belőlem, és utána már ugyanúgy, akit akkor abban a pillanatban utáltam, 10 perc megveregett a vállát, de gyere, menjünk, csináljuk. Mit kívánjunk neked? Hát még néhány jó évet. Hogy tudjam tenni azt, amit szeretek. Akkor tedd, amit szeretsz, a mi, illetve az olvasók, a közönség kedvére. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, jó egészséget, vigyázz magadra, és hát olvassunk minél több Sije Sándort, és ezt kívánom a nézőknek is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Sije Sándorral beszélgettünk. Viszontlátásra!